Szerbusztok, kedves nézők, én Oszkár vagyok, és ez itt az Oszkár legénykonyhája sorozat következő része. A mai epizódban egy nagyon-nagyon egyszerű ételt fogunk elkészíteni, aminek a neve nem más, mint gyümölcsleves. És itt értsd azt, hogy akármilyen gyümölcsleves lehet, attól függően, hogy milyen előkészített bort tudunk ugye hozzá elővásárolni. Megfigyeltem az előző két epizódban, hogy egy kicsit magasan volt a kamerás szemüvegnek a látószöge, úgyhogy egy picit most így lejjebb fogom tenni így a fejemen, így még hülyébben nézek ki, de legalább nagyjából pont azt fogja mutatni a kamera, amit éppen nézek. Szóval most például éppen erre a málnára nézek, akkor nektek is ez elméletileg most középen kell, hogy legyen, remélhetőleg. Na akkor mondom a hozzávalókat, jó? Nagyon egyszerű tényleg. Szükség van hozzá... Jaj! Profi vagyok, látod? Tehát azt mondja, hogy ez a Knorr típusú görög gyümölcsleves gyümölcsdarabokkal. Tehát én vagy ezt szoktam, vagy van egy másik kiszerelése is, ami kimondottan ilyen eper, illetve málna. A kettő közül valamelyik. Tehát kell egy ilyen. Kell hozzá egy liter, vagy legalább fél liter, de én ilyen egy literes szoktam venni, 1,5%-os tej. Magyar termék. És... hát ezt így leteszem ide. Akkor fagyasztott málnát is szoktam hozzáadni, mert hogy az jelentősen feldobja, mert ugye hát vannak ebben gyümölcs darabok ebben az acskóban, de az igazság, hogy nem olyan sok. Tehát azért szoktam hozzá külsőleg gyümölcsöt rakni. Egyébként bármilyen gyümölcsöt lehet, tehát ez amúgy is ilyen vegyes gyümölcs, eper, banán, kiwi, szőlő, akármi, ami jól esik. Na most mutatom azt is, hogy melyik típusú fagyasztott málnát szoktam én venni. Ezt. Ez a jó. Lehet kapni kisebb kiszerelésben is, mármint ami nem ez a típusú termék, hanem egy másfajta, ilyen dobozos, de az nem annyira jó. Tehát én erre esküszök. Most arra kell ugye odafigyelni, hogy amikor levest készítesz, gyümölcslevest, akkor mindig ugye hát egy adagot készítesz, és arra ki kell számítani, hogy mennyi gyümölcsöt akarsz ugye belerakni. Tehát, hogyha már kiolvad a gyümölcs, akkor az újra fagyasztani nem célszerű. Ezért mindig jól ki kell számolni a dolgokat. Tehát én most így vettem ki egy másfél órával ezelőtt egy adagot, hát ennyi, majd mindjárt mutatom úgyis közelről, hogy néz ki. Hát akkor szükség van egy tárolóra, egy nagyobbra, tehát amiben ugye a levest fogjuk tárolni. Illetve hát egy ilyen mérőeszközre is, ugye a recept azt mondja, hogy fél liter tejből kell elkészíteni, tehát az 500 ml. Hát itt 300-ig lehet kiszámolni, tehát akkor 300 plusz 200, ugye 500. Na úgyhogy akkor ezt is fogjuk tenni, megbontjuk a tejet. Így igaz, elméletileg most jól látjátok az egészet. És akkor 300 ml-ig teleöntjük a kis tárolónkat. Így. 300 ml. És akkor bruttyanás ügyileg így belezuttyantod, látod? Plusz. Még akkor 200. És akkor így 500 meg is van, tehát a fele. Hát érzéssel is lehet. Vannak, akik már ránézésre meg tudják állapítani, hogy na, ez körülbelül a fele. Így igaz? Tejet azt szépen visszateszem a hűtőszekrénybe. Beleteszem. És akkor innentől kezdve tulajdonképpen csak annyi dolgunk van, hogy kiveszünk egy ilyen keverőt. Így néz ki. Kibontjuk a zacskát. És szépen beleszórjuk. Így. Úgy. Belezuttyantod, látod így az egészet. Jól beleszórod. Nagyon finom illata is van már most. És akkor hát így fel kell jól keverni végül is, ez a lényeg. Hát én is régebben idegenkedtem attól, hogy tej van benne, én meg úgy önmagában nem szeretem annyira a tejet. Ez a max kakaó formában, de az, hogy gyümölcslevesbe tej. Pedig, ja, hát így van. Jól össze kell keverni, az a lényeg. Ezért is jó, hogyha nagy a tároló, mert régebben egy kisebb tárolóba raktam, és abban marha nehéz volt keverni, meg alig fért bele.
Tehát már most így lötykölődnek kifele. Ez még rímelt is. Alig fér bele, már most zötykölődnek kifele. Ha, elmegyek költőnek. Na. Nem baj az, hogy a habzik. A hab az el fog tűnni majd szépen. Így, ez a lényeg, jó alaposan. Látjátok, már nincs is tejszíne. Mármint nem tejszíne, hanem tejszíne, érted? Kicsit ilyen mókásabb rész most ez. Hát ennél egyszerűbb receptet szerintem elképzelni sem lehet. Na és amikor kész van, akkor már tényleg csak annyit kell tenni, hogy a gyümölcsöt fogod és beleborítod. Így. Hát ott benne van a gyümölcs. Ez nagyon finom, ez magában is jó. Írják is, hogy ki kell olvasztani, aztán porcukor is, kész. És akkor még ezt szoktam egy kicsit itt kevergetni, hogy egy picit, hogy az ízek még jobban összekeveredjenek. És végül is egy 10 perc múlva ez már fogyasztható, tehát az acskó azt írja ugye, hogy amikor már így teljesen elkészítetted, akkor 10 percre be kell rakni a hűtőbe, és utána ehető. A hőmérsékletével sincs gond, ugye a gyümölcsleves az hidegen jó, tehát ha a tej is hideg volt, akkor a gyümölcs az is ugye ki lett olvasztva, tehát még mindig hűvös. Tehát már akár, tehát már utána tényleg finom, kellemes. De én általában legalább egy órán keresztül szoktam hűteni, tehát azért az úgy jó, jót tesz neki. Na, úgy látom, nagyon jól sikerült. Örülök, hogy megtaláltam ezt a nagyobb tárolót, és akkor tényleg innentől kezdve már csak annyit kell tenni, hogy ezt így fogod, és berakod a hűtőszekrénybe, mondjuk ide alulra. Úgy. Egy órán keresztül hűtöd, kiveszed, és meghamikálod. Ennyi. Remélem tetszett ez az epizód is, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren a dolgokat, és hízzatok velem együtt, mert kövérnek lenni jó. Na, sziasztok!